A szombatesti láznevet kapta a Ladányi nyárprogram sorozat múlt hét szombatesti állomása. A rendezvényen a táncé volt a főszerep. A színpadon püspökladányi csoportok mutatták meg tehetségüket különböző stílusokban. A kilátogató közönség pedig ismét megtöltötte a város főterét. Elsőként az Ízisz és Anisa hastáncosok léptek fel, akik misztikus keleti hangulatot varázsoltak a színpadra. A hastáncosokat a püspökladányi mazsorettek követték, akik a Lengyelországban megrendezett mazsorett Európa-bajnokságra készülnek. Műsorszámai között sok új koreográfia is szerepelt.
Az esten fellépett a Step by Step aerobik csoport is. Vezetőjük Szabó Tímea is közel egy éve jár meg fellépésekre, bemutatókra. Az Add a kezed Püspökladányi Nagycsaládos Egyesület mozgás és sportcsoportjának tagjai is megmutatták tehetségüket az est folyamán. Tánccal és hula-hop karikás bemutatóval készültek a rendezvényre. Az Afrodité hastánc csoport egyik lelkes tagja, Böszörményi Angéla is színpadra lépett. Angi közel 4 éve táncol és szívesen lép fel rendezvényeken. A Napfényes Sziget fiatal gondozottjai vidám táncos produkciót adtak elő. A fiatalok lelkesen és nagyon aktívan készülnek minden fellépésre. Táncukat Buganné Jónás Mónika állította össze. Yeah.
Az est utolsó fellépői a Lolita Mozgás Stúdió növendékei voltak. A stúdió 5 éve működik, és rendszeresen fellépnek a városi, illetve a környékbeli települések rendezvényein is. Közel fél órás műsorszámuk alatt a kisebbek és a nagyobbak egyaránt megmutatták tánctudásokat a közönségnek. Ezen a júliusi nyári estén ismét sokan választották a város főterét, hogy tartalmas és kellemes perceket szerezzenek maguknak. A fellépők után bárki birtokba vehette a színpadot és táncolhatott latin-amerikai és filmslágerekre. Aki pedig jól érezte magát azért, aki lemaradt azért, látogasson el a jövő szombaton is a főtérre, a Ladányi nyár következő állomására, ami a Karaoke Party nevet kapta.